A kiállítás a szlovákiai magyar irodalom egyik legjelentősebb, nemzetközileg is elismert írójának teljesen újszerűen állít emléket. Grendel az irodalomból átkerült egy másik dimenzióba. Ezúttal képzőművészek mutatják be a munkásságát. Biztosan van olyan olvasói, meg értelmiségi réteg, amelyhez íróként nem jutott el, viszont a képzőművészet közvetítheti arra. Azt különös jelentőségének tartom ennek a rendezvénynek, hogy egy más nyelven, egy másik művészet nyelvén hogyan tud megszólalni az, akit az irodalom nyelvén már ismerünk. A pályázatra felvidéki, erdélyi, vajdasági és diaszpórában élő cseh alkotók küldtek pályamunkákat. A tárlat 58 alkotótól több mint 80 alkotást mutat be. A képzőművészeti anyagot izgalmassá teszi a Grendel portrék sokszínűsége, valamint az, ahogy a képzőművészek a grendeli verbalitást átformálták a vizualitás nyelvére. A Grendelnek ahány olvasata van, annyiféleképpen jelentek meg ezek a Grendel portrék, de tulajdonképpen ez érvényes azokra is a műveknek, amik a Grendel olvasatai voltak. A kiállítás látogatóknak nagyon jól kell ismerni a Grendel műveket, hogy a megjelent művekből kiolvassák azokat a gondolatokat, amik a művészeknek a gondolati szabadságát tükrözi. A kiállításon Kopocs Tibor festőművész alkotását védnöki díjjal jutalmazták. A pályázat fődíját 2024. januárjában a Magyar Kultúra Napján adják át a pozsonyi Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában.